Szeptember 8-án délután elhunyt II. Erzsébet királynő, többek között így jelentette be a palota. Azóta egyébként megérkezett Károly első hivatalos nyilatkozata is, mint király, és ennek az egyik ilyen érdekessége az az, hogy ő nem írta alá, csak ugye fölül szerepel az ő neve, és például a BBC-n azt találgatták, hogy valószínűleg azért, mert hogy lehet, hogy nem Károly néven lesz király, vagy pedig lehetséges, hogy azért, mert hogy mégis csak az anyja halt meg. Azóta egyébként megerősítették, hogy harmadik Károly néven fog trónra lépni, vagyis hát ugye a királynő halálával automatikusan királlyá vált, még így a koronázás előtt is. Egyébként én egész délután streamáltam a BBC-t, és sejthető volt egyébként az, hogy nagy gondok vannak, mert egyrészt a palota nem nagyon szokott olyan nyilatkozatokat kiadni, hogy kényelembe helyezik a királynőt, meg hogy aggasztó az állapota. Másrészt pedig számomra egy másik ilyen aggasztó részlet az az volt, hogy egyrészt szinte az összes családtagja Balmorába ment, Skóciába, ahol tartózkodott. Másrészt pedig délután már, amikor még az állapotáról beszéltek már, akkor előkerült a fekete öltöny és a fekete nyakkendő, ugye amiben be kell mondani az esetleges halálhírét egy királyi családtagnak. Királyi családot lehet szeretni és nem szeretni, viszont az szerintem tény, hogy egy korszak lezárult Erzsébet halálával, másrészt, hogy a mai nap szeptember 8-a valószínűleg a történelemkönyvekbe is be fog vonulni. Erzsébet királynő 70 évig uralkodott, és részben szerintem az állandóságot testesítette meg, ugyanis ő volt a leghosszabb ideig uralkodó. Az állandóság mellett pedig szerintem csodálatos az, hogy 96 éves volt, és hogy a halála napjáig gyakorlatilag zoomkollozott, ami 96 éves, függetlenül attól, hogy uralkodó vagy nem, embertől egy hatalmas dolog, hogy ilyen szinten képes adaptálódni a világ változásaihoz. Végül, de nem utolsó sorban pedig a világ egyik legbefolyásosabb embere volt nőként, ami azért egy hatalmas dolog, főleg, hogyha a történelem viharait vizsgáljuk, vagy akár így a királyi házakat. Ha pedig azt kérdezett, hogy nekünk magyarként mi a franc közünk van ehhez az egészhez, hát személyesen engem azért érdekel ez az egész, a királyi család, illetve azért követem nyomon, streamelem ezeket a dolgokat, mert érdekel egy letűnt kor, itt maradt családja, emberei, és szerintem ez végtelenül izgalmas még akkor is, hogyha valószínűleg effektív túl sok mindent nem tesznek hozzá a politikához, de nekik most már nem is ez a céljuk igazából. Mi az a London Bridge hadművelet, azaz mi a protokoll Erzsébet halála esetén? Az angol királyi család fontosabb tagjai egy-egy kódnéven futnak, és London Bridge például Erzsébet királynő volt, és ezt az egész hadműveletet az 1960-as évek elején kezdték el kidolgozni, nyilván folyamatosan frissítették, illetve maga a királynő is részt vett ennek a tervnek a kidolgozásában. Erzsébet halála után jelenleg három hadművelet fut, az egyik ugye a London Bridge, a másik a Springtide, ami Károly trónra léptetéséről szól, illetve az unikornis hadművelet, ami abban az esetben lépett életbe, hogy Erzsébet Skóciában halt meg. A London Bridge hadművelet első pontja, amikor a királynő magántitkára telefonon értesíti a miniszterelnököt, ebben az esetben Liz Truss-t, azokkal a szavakkal, hogy London Bridge is down. Percekkel később Anglia vezető politikusai is megkapják a hírt, illetve titkos telefonvonalon a nemzetközösség vezetői is, majd pedig ezután jelentik be a médiában. Királynő halálhírére a BBC megszakítja az adását, ez egy régebbi print screen, de itt feketével van a csík olyankor, fekete öltöny, fekete nyakkendő, továbbá megemlékezések sorozata indul el a halálhír többszöri bejelentése után. Ilyenkor egyébként a királyi sajtó közzéteszi minden platformon a királynő halálhírét, továbbá van egy ilyen érdekesség, hogy a vezető politikusok nem posztolhatnak semmit addig, ameddig Liz Truss miniszterelnök el nem mondta a beszédét. A 0. napon, tehát a királynő halálának napján továbbá féládbocra eresztik a zászlókat, egy perces néma csend van, illetve a királyi honlapok feketébe borulnak, a kormányzati honlapok pedig fekete bannerrel látják el az oldalukat, és úgy tájékoztatják a publikumot. Természetesen a Buckingham palotta kapuira is kitűzték Erzsébet halálhírét. Királynő halála utáni első napon, azaz pénteken Károly és Camilla visszautazik Balmorából Londonba, ahol Károly az összesen Cancellal találkozik, ami tulajdonképpen a trónutódlásáról szól, és azt beszélik meg. Ezen a napon a parlament megállapodik a részvétnyilvánítástól, továbbá 10 napra felfüggeszti a tevékenységét, illetve Erzsébet királynő holttestét Balmorából Aberdeenbe, majd pedig Edinburghbe szállítják, ugye ez az unikornis hadművelet. Királynő halála után a második napon szállítják vissza a testét Londonba a királyi vonaton, amint elhagyja a Skóciát, az unikornis hadművelet véget ér, továbbá minden elhaladó állomáson díszsortva kíséri a vonatot.
Az ötödik napon kezdődik az oroszlán hadművelet, amikor a királynő koporsóját a Westminster palotába, a brit parlament épületébe viszik át. A publikum a hatodik és a kilencedik nap között adóhatja le a tiszteletét Erzsébet királyné előtt, a temetésre pedig a halála utáni tizedik napon kerül sor. Királynő halálát követő első évben Károlyt megkoronázzák harmadik Károlyként, illetve a bankjegyeken a királynő képét lecserélik a királyéra, továbbá a himnuszt megváltoztatják God Save the King-re. A harmadik Károly király tegnap elmondta az első beszédet, egyébként ez egy rögzített felvétel volt, és több érdekesség is kiderül belőle, többek között, hogy Kamillából lesz-e királynő, vagy nem. Ő ott fönt második Erzsébet királynő, ő itt lent pedig Kamilla királyné. És ugye ez a magyar nyelv szépsége, hogy tulajdonképpen csak a vége változik a szavaknak, de lett Kamillából királyné. Kamilla és Károly 2005-ben házasodtak össze, és azóta is egy nagy kérdés volt, hogy vajon Kamillából lesz-e királyné, és erre a választ maga második Erzsébet adta meg a Platinum Jubileum alkalmával még februárban, amikor kijelentette, hogy ő szeretné, hogy Kamillából királyné legyen, amikor oda kerül a sor. Károly egyébként folytonosságot ígért, és visszareflektált Erzsébet 21 évesen mondott beszédére, hogy élethosszig tartó szolgálatot ígér a népének. Ennek a beszédnek pedig számomra az egyik legmeghatóbb pillanata az az volt, amikor azt mondta, hogy my darling mama, illetve Fülöp hercegre úgy utalt vissza, hogy my late papa, és ugye ez nem annyira megszokott, főleg ennyire hivatalos formában, de hát ugye Károlyról tudjuk, hogy volt már olyan beszéde, amikor a királynő mögötte állt, hogy mami, és hogy hát azon is mindenki elnevette magát, de ez itt szerintem inkább szívszorító volt. És akkor jönnek az igazán izgalmas dolgok, ugyanis William és Kate Wells herceg és hercegnéje lesznek, amiben az az érdekes, hogy ez nem egy automatikusan öröklődő titulus, hanem ezt az uralkodó adja át, hogyha ő úgy dönt. Károly pedig ebben a beszédben kijelentette, hogy Vilmos és Katalin az új walesi herceg és hercegné. Tehát ott van Meghan és Harry, akik ugye a család fekete bárányai voltak az elmúlt időszakban, meg hát ugye a hivatalos feladataik alól felmentést is kaptak, és szerintem ezért is fontos, hogy Károly beleszőtte őket is a beszédébe, ugyanis szeretetét fejezte ki irántuk, akik az életüket a tengeren túlon építik. Ez a kép akkor készült, amikor Károly és Kamilla visszaérkeztek Balmorából Londonba, illetve a Buckingham palotához, és együtt elsétáltak ott a kapuk előtt, és megnézték a virágokat, amiket Erzsébet királynő tiszteletére vittek. Az alattvalók továbbá nagyon sok emberrel kezet fogott, integetett, megpuszítják sokan, sőt egy nő még az arcán is megpuszítja. Nyilvánvalóan nem vagyok szakértő, csak próbálom beleásni magam a témába, mert nagyon-nagyon érdekel, és én úgy gondolom, hogy történelmet írunk, tehát most zajlik körülöttünk, és ez a kép például elvileg példátlan, mert hogy az uralkodó pár nem szokott gyalog besétálni ilyenkor a Buckingham palotába. Végül, de nem utolsó sorban én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz így a monarchiával, ugyanis nagyon sokan azt mondják, hogy szakadás várható a nemzetközösségben, viszont én úgy gondolom, főleg így a beszéd alapján, hogy többször is láttam, mert többször is látta a BBC, hogy ez az ember itt uralkodó vagy sem, most vesztett el az édesanyját és gyászol. Mi az az unikornis művelet, és milyen események várhatóak Erzsébet királynő temetéséig? Királynő temetése szeptember 19-én hétfőn lesz, 11 órakor londoni idő szerint, magyar idő szerint pedig délben. Az unikornis művelet pedig nem más, mint a királynő halála esetén létrehozott protokoll, abban az esetben, hogyha nem Londonban hal meg, hanem Skóciában, ahogyan jelen esetben is történt. Királynő jelenleg Balmorában van, vasárnap szállítják majd Edinburghbe, addig pedig, hogyha hinni lehet a híreknek, akkor egy tölgyfakoporsóban fekszik a balmorali bálteremben. Ahogyan itt a képen is látszik, a Holyrood House-ba fogják szállítani, ami egyébként a monarchia hivatalos skóciai rezidenciája. Itt fog egyébként feküdni a trónteremben hétfő délutánig. Kedden a Holyrood House-ból a St. Giles katedrálba fogják vinni a koporsót, és ezen az úton egyébként a királyi család tagjai, a király és a királyné is kísérik majd a koporsót, ott lesz egy szertartás, majd pedig 24 óráig legalább ott fog maradni a királynő koporsója, hogy a publikum is ledolhassa a tiszteletét. Kedden délután indul a koporsó Edinburghből Londonba, itt egyébként még téves információ látszik, azóta kiderült, hogy délután 5 órakor fog indulni, és ennek az érdekessége az, hogy Princess Royal fogja kísérni, aki nem más, mint Anne, Princess Anne, azaz a királynő lánya. Amint a koporsó megérkezik Londonba, a Buckingham palotába fogják vinni. Szeptember 14-én, azaz szerdán fogják átszállítani a Buckingham palotából a Westminster Hallba, ahol a publikum 4 napig, a napi 24 órában adóhatja le a tiszteletét, és igen, itt még 5 nap van a temetésig, azóta hallottam, hogy egy napig nem lesz látogatható, pont ugye a temetési előkészületek miatt.
Maga a temetés pedig a Westminster Abbey-ben lesz szeptember 19-én hétfőn, londoni idő szerint 11 órakor, magyar idő szerint délben. A temetés után a koporsót pedig a Windsori kápolnában fogják öröknyugalomra helyezni. Az unikornis művelet lényege tehát ez, hogy a királynő skóciai halála esetén hogyan szállítják Londonba az ő testét, és hogy milyen pontokon mennek keresztül, azonban ez nagyon gyorsan változhat, mert eddig az volt az információ, hogy például a királyi vonaton fogják hozni, azóta kiderült, hogy mégis repülővel fogják szállítani. Ha jól tudom, akkor ezt az egész unikornis műveletet 2009-ben kezdték el kidolgozni, és az eddigi előzetes információk alapján nagyjából minden dőlni látszik a jelenlegi infók alapján, mert gondolom nagyjából megvoltak a lépések, és azt alakítják át a jelen helyzetre vonatkozóan. Úgyhogy ha az itt megjelent információk 3 nap múlva egyáltalán nem aktuálisak, akkor ezer bocsi, nem feltétlen rajtam múlik. Királynő halála utáni második nap, azaz szombat, szeptember 10-e legfontosabb eseményei a királyi családot és a monarchiát illetőleg. 3. Károlyt hivatalosan is királlyá kiáltották ki, ezeken a képeken tulajdonképpen ez az esemény látható, a felső képen aláírja ezt a dokumentumot, ráadásul Charles R. néven, ami azt jelenti, hogy Charles Rex, Charles király. A második képen beszédet tart, és ebbe a beszédbe egyébként a királynőt is beleszőtte, a harmadik képen pedig az utána lévő ünnepség látszik. Egyébként itt az aláírás, ezt két tanúnak is hitelesítenie kellett, az egyik Camilla királyné volt, a másik pedig Vilmos herceg. Ez a ceremónia pedig azért is érdekes, mert a történelem folyamán először rögzítették filmre, mert hogy második Erzsébet hasonló ceremóniáján nem vehettek részt a tévékamerák. Ezen a képen Vilmos herceg közleménye látható, az elején ugye a királynőt méltatja, hogy őt mennyire szerette, illetve hogy csodája, mint uralkodó. Továbbá, ami szerintem itt érdekes, hogy Granny-ként, azaz nagyiként hivatkozik rá, továbbá itt a legalja még, ami szerintem nagyon érdekes, az az, hogy Károlyt elismeri nyilvánvalóan, mint királyt, és hogy minden lehetséges módon támogatni fogja. Egy másik ilyen számomra érdekesség egyébként ennek a közleménynek az az, hogy a királynő szavait idézi, hogy a gyász az az ár, amit a szeretetért fizetünk. Ezeken a képeken a királynő 3 fiatalabb gyermeke, illetve az ő családjaik láthatóak, Balmorában, mert hogy a szertartás után kimentek a kapukon kívülre, ugye megnézték a virágokat, az üzeneteket, illetve integettek a tömegnek is. Nincs róla képem, de megálltak a kapuban, és mindannyian egyszerre integettek, szerintem eléggé megindító pillanat volt. Ez az esemény egyébként azért is érdekes, mert András herceg, aki néhány évvel ezelőtt pedofil botrányba keveredett, ő üdvözölte leginkább a tömeget, illetve a legvégén, amiről ugye nincs képem, hogy megálltak a kapuban, akkor is ő köszönte meg leginkább azt, hogy ott vannak az emberek. Ezeken a képeken a délutáni királyi audencia látható, ahol a király Károly, illetve a királyné Camilla fogadta a vendégeiket, ez a Canterbury-esek volt, a miniszterelnök, a kabinettagjai, illetve az ellenzéki vezető politikusok. Ezek a képek pedig délután készültek Windsorban, aminek több érdekessége is van. Az egyik például az, hogy William és Kate először jelentek meg, mint Walesi herceg és hercegné, másrészt pedig először jelent meg ez a négyes fogat együtt 2019 óta. Megjelent és Harryt ugye felmentették a hivatalos teendőik alól, és olyan pletykák és szárnyra kaptak most, hogy lehet ennek hinni vagy nem, hogy William és Harry között megdomlott a kapcsolat. Viszont egy másik ilyen pletykagyanús dolog, hogy elvileg William hívta meg Harryéket erre az eseményre. Ez az esemény pedig annyi volt, hogy együtt jelentek meg, megnézték a virágcsoportokat, üzeneteket, illetve az embereket üdvözölték, kezet fogtak velük, beszélgettek. Virágok mennyisége Diana hercegné halála után 1997-ben, és virágok mennyisége Erzsébet királynő halála után 2022-ben. Rengeteg olyan hatásvadász videót láttam, ahol ezeket a képeket hasonlítják össze, és azt mondják, hogy Erzsébetet kevésbé szerette a nép, mint Diana hercegnét, ami szerintem nincs így. Ugyanis ezeknél a videóknál egyébként el szokott csikkadni annak a ténye, hogy míg Diana hercegné halála után nem szedték össze a virágokat, tehát hogy az ott gyűlt, addig Erzsébet királynő halála után minden egyes nap összegyűjtik ezeket, péntek éjszaka például 6 órán keresztül gyűjtötték, és vitték őket parkokba, illetve Balmorában például a kastélyon belülre, mármint a kastély kapuin belülre. Ráadásul szombat reggel azt nyilatkozta az egyik ezzel foglalkozó emberke, hogy hétvégén például több virágot várnak, szimplán azért, mert hogy hétvége van, és az embereknek van idejük arra, hogy kimenjenek és ledolják a tiszteletüket. És szerintem ezek alapján, hogy mennyi virágot látunk a képeken, nem lehet és nem is szabad összehasonlítani, hogy kit szeretett jobban a nép, mert egészen egyszerűen irreleváns, főleg ilyen fél információk alapján, ha csak a képet látod.
Azt pedig csak megsúgom, hogy éppen most viszik a királynő koporsóját Skóciában, Balmorából, Edinburghbe, és végig állnak az emberek az úton, minden egyes településen az út mellett, úgyhogy rengetegen vannak, nagyon-nagyon szerették a királynőt, úgyhogy teljesen fölösleges ez a hasonlítgatás, és csak hergelésre való. A királynő elindult az utolsó útjára, ma szállították el Balmorából Edinburghbe, ahol a Holyrood House tróntermében fog 24 óráig feküdni. Koporsót szállító autót egyébként egy konvoj kísérte, és az első autóban Princess Royal, azaz Anna hercegnő ült, aki a királynőt végigkíséri egészen Londonig. A teljes út 6,5 óráig tartott, itt a középső képen egyébként Ballater látható, ami Balmorához a legközelebb eső település. Itt az alsó képen pedig azt hiszem, hogy Edinburgh látható, és ennek az egésznek az volt az érdekessége, hogy főleg a középső képen, illetve az első néhány településen ugye kevesebben voltak, mert hogy nem olyan nagy a lakosság. Emiatt pedig szerintem nagyon szépen meg lehet figyelni azt, hogy az emberek ugye sorba állnak, tisztelegnek, illetve ami így a streamben is nekem nagyon feltűnt, és hát ugye a közvetítők is mondták, hogy iszonyatos nagy csönd volt. Én egyébként végignéztem mind a 6,5 órát, nyilván felálltam közbe, de azért ott voltam és láttam. És ami nekem így még szemet szólt, hogy ugye azt mondták, hogy a királynőnek az egyik kedvenc helye Balmorhal, illetve Skócia volt, és nem véletlenül, annyira csodálatosan szép az a hely, hogy egészen egyszerűen most megint így kedvem támadt elmenni, az első ilyen skót hullámom az az Outlander miatt volt. És nem tudom egyébként, hogy ez mennyire érdekesség, de ugye a településeken, ahol emberek nagyon sokan álltak, ott ugye nagyon-nagyon lassan ment a koporsó vívő autó, az autópályán pedig valamennyire felgyorsítottak, de így a képek alapján akkor sem teljes megengedett sebességgel haladtak, illetve azt mondták nagyon sokszor, hogy Skócia azért nem olyan sűrűn lakott terület, úgyhogy valószínűleg azért látszódik ott kevesebb ember, mint kellene. Ettől függetlenül azért volt, hogy az autópálya mellett is voltak emberek, és hát ahogy mondták, hogy ahol autót le lehet parkolni, ott gyakorlatilag emberek álltak. Ezeken a képeken pedig a Holyrood House-ba való érkezés látszik, a felső képen vették ki a koporsót az autóból, az alsó képen pedig amint beviszik, és itt a legszelső emberkék, ott a királynőnek a három fiatalabb gyermeke, ahogy a koporsót bevitték, ők mentek utána rögtön, és Princess Royal pedig marad az édesanyjával. És ugye holnap majd ő is, illetve a király és a királyné is csatlakozik hozzájuk, a Royal Mile nevű úton fogják a St. Giles katedrálba elvinni, ott szertartás lesz, és utána fogják Londonba röptetni. Hivatalos információk egyébként arról szólnak, hogy Anna hercegnő kíséri a királynőt, de nyilván lehetséges, hogy a másik két fiatalabb gyermek is csatlakozik hozzájuk. Továbbá nyilván ezek annyira előre megkoreografált dolgok, lépések, hogy valószínűleg inkább itt az a helyzet mindennel kapcsolatosan, hogy a nyilvánosságot nem tájékoztatják. Mármint későn hozzák nyilvánosságra ezeket az információkat. Királynő halála utáni harmadik nap, azaz szeptember 11 vasárnap eseményei. Királynő koporsója elhagyta Balmorhalt, vasárnap délelőtt helyi idő szerint 10 órakor indult el az utolsó útjának első szakaszára. Balmorhalból Edinburghbe szállították, az út 175 mérföld, kb. 281 km volt, 6,5 órán keresztül tartott, és azért mentek ezen a hosszú úton, hogy minél több ember ledolhassa a tiszteletét, aki szeretné. Harmadik Károlyt újabb helyeken kiáltották ki királynak, ugye ez már csak formalitás, mert hogy szombaton aláírták a dokumentumot, vasárnap többek között Cardiffban, Edinburghbe, Hillsborough Castle-ben, illetve Belfastban is tartottak ünnepséget. Ugyanez még szombati hír, késő este láttam, viszont Kanada is elfogadta királynak harmadik Károlyt. Vasárnap India gyásznapot tartott, viszont nagyon-nagyon vegyesek a fogadtatások harmadik Károllyal kapcsolatosan. Mindemellett szombaton Joe Biden amerikai elnök elfogadta második Erzsébet királynő temetésére szóló meghívást, a First Lady-vel fog érkezni szeptember 19-én a temetésre. Harmadik Károly és Camilla királynő a nemzetközösség vezetőit is fogadta a vasárnapi napon. Vilmos herceg Wales hercegeként beszélt Wales vezetőjével és fogadalmat tett arra, hogy alázattal és tisztelettel fogja szolgálni Wales népét. Vasárnap délután a királynő koporsója megérkezett Edinburghbe, Hillsborough Castle-be, ahol egy ilyen formális átadás során bevitték a trónterembe, hétfő délutánig fog itt feküdni. Ez a kép egyébként azért nagyon érdekes, itt alul, az ott szélen Princess Royal, azaz Anna hercegnő királynő lánya, aki ilyen formán tisztelgett az édesanyja előtt, illetve hátul kevésbé látszik, de a királynő menye Sophie is ott van, ő is hasonlóképpen tisztelgett, a királynő
két fiatalabb fia viszont nem igazán látszott, hogy ilyes forma tiszteletet adtak volna. Kezdve kezdte egyébként a monarchia skóciai hivatalos rezidenciája. Miután a kopasot bevitték a trónterembe, volt egy ilyen formális átadás per ünnepség, és tulajdonképpen erre azt mondták, hogy ez egy átmenet a két korszak között, szóval lehet, hogy furának tűnnek ezek az ünnepségek, de tulajdonképpen mégis a királyt ünneplik, hogy van királyuk. Királynő halála utáni negyedik nap, az a szeptember 12-e hétfő eseményei. Délelőtt Kada és Camilla részvét nyilvánításon vettek részt a Westminster Hallba, ezek a képek arról származnak, ez itt ugye Camilla, csak kitakarom sajnos. Ezután Edinburgh-ba, Skóciába repültek, ahol a Ceremony of Keys-en vettek részt, ahol Kada formálisan megkapta a Holyrood House-nak a kulcsait. Ellátogattak a skót parlamentbe, és ahol szintén egy ilyen részvétnyilvánító eseményen vettek részt, ahol többek között ott itt középen a középső képen Nicola Sturgeon, a skót parlament első minisztere is beszélt, és egy olyan élményt, emléket osztott meg, hogy ő is a férje hogyan találkozott a királynővel. Illetve több más képviselő is felszólalt, szintén kedves emlékeket idéztek fel a királynő kapcsán. Kedője egyébként itt mondott egy ilyen köszönőbeszédet, ahol Robert Burns-t idézte, illetve a skótoknak megköszönte mindazt a támogatást és szeretetet, amit az édesanyja felé tanúsítottak. Ezután Kedője fogadta a Holyrood House-ban Nicola Sturgeont, ugye a skót parlament első miniszterét, illetve itt lent a hölgy a képen, aki az előző képen középső volt, és egyébként ő vezette ezeket a felszólalásokat. Ő a Presiding Officer of the Scottish Parliament, amit egyébként nem találtam meg magyarul, hogy pontosan milyen tisztséget jelöl, és Alison Johnstone-nak hívják. Ez pedig itt már a Royal Mile, ami azt jelenti, hogy a Holyrood House-ból a St. Giles katedrába vitték el Erzsébet királynő testét, és ezeken a képeken több érdekesség is van. Itt a felső képen az első érdekesség az, hogy a királynő négy gyermeke egymás mellett sétel, kerül is a testvérei mellett és nem előtt. Illetve, hogyha jól megfigyelitek, akkor három gyermeke a királynőnek katonai uniformist visel, kivéve András hercegot, aki viszont nem viselheti, mert csak a working royalok, azaz a dolgozó királyi családi tagok viselhetik ezt. És egyébként pont András herceg kapcsán volt egy kis rendbontás, ugyanis egy fiatalembert letartóztattak, mert azt kiabálta be a tömegbe, hogy sick old man, amire azzal célzott, hogy ugye pedofil gyanúba keveredett. Egyébként pedig rengetegen voltak, azt olvastam, hogy 33 ezer ember ment ki lerónni a tiszteletét, a másik pedig az, hogy egy ekkora tömeg szinte síri csöndben. Ezek a képek pedig már a St. Giles katedrában készültek a virasztás közben, ami úgy nézett ki, hogy a királynő négy gyermeke odaállt a koporsók köré, és az emberek közben jöttek, és nézték őket, és kicsit olyan érzésem volt, hogy mint a záratkerti állatok kiállítva, eléggé szürreális és fura volt. Ennek a virasztásnak egyébként az az érdekessége, hogy Anna hercegnő az első nő a történelemben, vagy az angol történelemben, aki részt vehet ezen. A virasztás után idavatal pedig 24 óráig tartott, amíg a közemberekbe mehettek lerónni a tiszteletüket, majd pedig kedden délután szállították el a királynőt Londonba. Királynő halála utáni 5. nap, azaz szeptember 13. kedd eseményei. Kedden hajnali 5 órakor az információim szerint, ahogy a képeken is látszik, elkezdték a temetést gyakorolni Londonban. Délelőtt Kelly és Camilla Belfastba utazott Észak-Írországba, és ezeken a képeken az látszik, ahogy a Hillsborough Castle előtt fogadják a tömeget, beszélgetnek velük, kezet fognak, illetve megnézték a virágokat, amiket II. Erzsébet királynő kapott. Princess Royal, azaz Anna hercegnő, a királynő lánya kiadott egy nyilatkozatot, amiben tulajdonképpen azt írja le, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért az utolsó 24 órát az édesanyjával töltette, illetve köszönetét fejezi ki mindenkinek a támogatásért és a sok-sok szeretetért. A keddi nap számomra a legfontosabb eseményei pedig délután történtek, amikor is a királynő koporsóját elindították a St. Giles katedrálisból a reptér felé, ugyanis kedden vitték vissza Londonba. Felsőképpen az ott Anna hercegnő, Princess Royal, és ugye ő folyamatosan az édesanyja teste mellett van, ő együtt utazott, vagyis a következő autóban Edinburgh-ba is, azon a 6,5 órás úton. Amikor elindult a koporsó, akkor volt egy ilyen kisebb ceremónia, és a királynő fő skót dudása zenélt, a Flowers of the Forest című dalt. Ennek utána fogok nézni egyébként ez a skót duda és a királynő egy nagyon érdekes téma, már jegyzeteltem róla, de hogy elég régtől ered, és szerintem egyébként nagyon-nagyon szép és megható volt.
Szintén nagyon-nagyon megható volt, amikor az Edinburghi reptére megérkezett a királynő, ugyanis ott is nagyon lassan haladtak, hogy aki szeretne, akkor még el tudjon búcsúzni. Amikor a repülő elindult a földön, akkor a himnusz első verszakát játszották el a királynő tiszteletére. Egyébként ez egy hatalmas repülő, kijegyzeteltem, mert nagyon sok hasznos információt mondtak róla. C-17-esnek hívják, 128.100 kg a tömege, a hossza 53 méter, a fesztáva pedig 52 méter. Anna hercegnő pedig természetesen a királynővel repült. Ezek itt a londoni érkezésnek a képei, az RAF Northolt reptéren landoltak, és az autó egy Jaguar Land Rover, ami egy ilyen hivatalos királyi halottas autó. Eközben Vilmos, Katalin, Camilla és Károly érkeznek a Buckingham palotába. Ezeknek a képeknek az egyik ilyen érdekesség, hogy Katalin egy háromsoros gyöngyökláncot visel, amivel a királynő előtt tiszteleg, és azt találgatják többen, hogy lehetséges egyébként, hogy a királynő egyik ilyen ékszere. Királynőt egyébként a reptérről a Buckingham palotába vitték, és itt látszik a képeken, hogy rengetegen vannak. És ugyan Skóciában, úgy Londonban is azt lehet mondani, hogy ahol lehetett állni, ott az emberek álltak és tisztelegtek a királynő előtt. Buckingham palotában nem közvetíthettek, ott a királynő legközelebbi családtagjai várták a királynőt, és tulajdonképpen ez az utolsó néhány órájuk, amíg privát módon ledolhatják ők is a tiszteletüket a királynő előtt. Ezen pedig innen szállítják el a ravatalra, ami 4 napig nyilvános is lesz a publikum előtt. Királynő halála utáni 6. nap, azaz szeptember 14 szerda eseményei. Szerdai napon egyetlen nagy esemény volt, ez pedig, amit a képeken is láthattok, hogy a királynőt a Buckingham palotából átszállították a Westminster Hallba, ahol nyilvános ravatala lesz 4 napig, ami azt jelenti, hogy az emberek is látogathatják. A menet egyébként 2 óra 22 perckor indul délután a Buckingham palotából, és 3 órára ért oda a Westminster Hallba. Lehet, sőt, biztos, hogy elfogult vagyok, de szerintem grandiózus és megható volt. Nem utolsó sorban pedig nekem feltűnt, hogy a katona zenekar, nem tudom, hogy milyen zenét játszott, de nagyon-nagyon tetszett. Koporsó mögött egyébként a királynő 4 gyermeke egymás mellett haladt, szóval Károly így sem ment elől, illetve volt egy ilyen kérdés, hogy Harry és András herceg miért nem viselik a katonai egyenruhájukat. Ezeket az egyenruhákat egyébként csak a Working Royalok viselhetik, ami azt jelenti, hogy a királyi család dolgozó tagjai, és sem Harry, sem András herceg nem azok már. Harry ugye amiatt ment, hogy megenne a Kanadába, illetve Amerikába mentek, András herceg pedig a pedofil botránya miatt. És egyébként pont amiatt egyik őket sem életi már meg a His Royal Highness, tehát ő királyi felség megszólítás sem. Ott középen egyébként Anna hercegnő látható, szintén katonai uniformisban, ő pedig nőként ezt azért viselheti, mert vannak katonai titulusai. A Westminster Hallban egyébként volt egy rövid szertartás, és ezeket a képeket azért csatoltam, hogy így az arcok. Károly, illetve Vilmos. Illetve két arca is eléggé beszédes volt, meg talán így a közelebbi családtagok közül mindenkié. Koporsó előtt pedig mindenki meghajolt és tisztelgett, ez itt Meghan, illetve Harry, és talán Meghané volt az egyik legmélyebb meghajlás, és azt mondják, hogy minél mélyebb, annál nagyobb a tisztelet. Középen egyébként a királyi család tagjai láthatóak, mármint hogy mindenki, aki királyi családtag, alól pedig Camilla, Kate, Sophie, illetve Meghan. Fölül pedig ugye a királynő gyermekei, illetve a 18 évesnél idősebb unokái, és egy másik ilyen érdekesség, hogy ezeknek a leszármazottaknak a hitvesei, tehát a nőtagok, ők kocsival követték a menetet. Így nézett ki a ravattal, és miután a királyi családtagjai távoztak, az egyszerű közemberek is bemehettek. Ez egyébként még mindig tart, ugyanis 4 napon keresztül 24 órán át mehetnek az emberek. Egyes becslések szerint 30 órás is lehet a várakozási idő. Szerda este 2,4 mérföld, azaz 3,8 kilométeres a sor hossza. Illetve a jelenlegi becslések szerint 4,1 milliárd emberre számítanak, akik hétfőn élőben fogják nézni a temetést. Ez pedig tévétörténelmi rekord lenne az atlantai olimpia és Diana hercegné temetése. Protokoll le, hogy Anna hercegnő a királynő halála óta folyamatosan mellette van. Nem, ez egyáltalán nem protokoll, én úgy olvastam több helyen is, hogy a királynő kifejezett kérése volt, hogy Anna hercegnő kíséri az ő koporsóját, ami egyébként, hogyha belegondolunk, akkor mivel Princess Royal 72 éves, eléggé nagy terhet ró rá. Mert hogy ezek a képek akkor készültek, amikor a királynő koporsója elhagyta Balmorát, és Edinburghba vitték, ami egyébként egy 6,5 órás út volt. Egyébként szerintem főleg így ezen a képen nagyon-nagyon látszik rajta, hogy nem csak lelkileg, hanem így fizikailag is elég megviseli ez az egész. És hát nem csoda, tehát hogy mégiscsak 72 éves, azért az nem az a kor, amikor az ember napokig fönt van, csinálja a dolgát, aztán max alszik utána egyet.
Emellett viszont én valamilyen szinten szerencsésnek is tartom, hogy az édesanyja mellett lehet, és szinte minden alkalmat ki tud használni arra, hogy elbúcsúzzon. Ez a kép egyébként a vidasztás során készült a St. Joyce katedrában, és ennek a képnek korábban mondtam már egy másik videóban az az érdekessége, hogy ő az első nő, aki részt vesz a vidasztáson. Én egyébként csodálom őt, hogy milyen méltósággal viseli ezeket a feladatokat, amiket így ráró ennek a terhe. Másrészt pedig tényleg azt a fizikai erőt, ami benne van, hogy az arcán nagyon-nagyon látszik szerintem, ettől függetlenül ott van, és csinálja. Nyilván nincs más választása, de ettől függetlenül szerintem mégis csodálatra méltó. Királynő halála utáni 7. nap, azaz szeptember 15 csütörtök eseményei. 0 óra 26 perckor az egyik őr összeesett a vidasztáson, ezek a képek még előtte készültek, ugye most a közemberek mehetnek be ledonni a tiszteletüket. Még csak találgatások vannak, valószínűleg a fáradtságtól esetett össze, mert hogy ők napi 6 óra szolgálatot teljesítenek, 20 percet állnak, vidasztanak, aztán leváltják őket, és 40 percet pihenhetnek. Olyan információkat találtam, hogy feltehetőleg eltörött az orra, illetve foga is kitört. Csütörtökön Károlynak nem voltak hivatalos feladatai, otthon maradt, pihent Highgrove-ban, és az nem is csoda, mert hogy eddig folyamatosan talpon volt. Ezen a képen Theresa May látható, az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke, aki szintén sorba áll a közemberekkel együtt, mindenféle testőrség nélkül, hogy ledolhassa a tiszteletét. Illetve egy újságíró írt a Twitteren, hogy egy politikus Ben Wallace is ört el a királynő koporsójánál. Csütörtökön jött a hír, hogy ugye ott fönt Harry herceg és András herceg nem viselhetik a katonai uniformusokat, ez a temetésre változni fog, akkor felvehetik, illetve a szombati 15 perces vilasztásra is. Edward és Sophie Manchesterbe látogattak, ahol a katedrálisban gyertyát gyújtottak, illetve a könyvtárban megtekintették az emlékezés könyvét. Itt az alsó képen Sophie egy autista kisfiút ölel meg, akivel már korábban aznap találkozott, és egy másik ilyen érdekesség, hogy Sophie ugye második Erzsébet királynő menye volt, és ők is nagyon-nagyon közel álltak egymáshoz. William és Kate Sandringhambe látogattak, ahol a virágokat tekintették meg, illetve két nagyon sok gyerekkel beszélgetett, az alsó képen egyébként egy kislánynak segítette elhelyezni a virágját. Kate miközben olvasta az üzeneteket, azt mondta, hogy nem tudom mindet elolvasni, különben elsírnám magam. William pedig azt mondta az egyik ott álló emberkének, hogy ne sírjon most, mert én is fogok. Illetve felvetődhet a kérdés, hogy az ő gyerekeik mennyire értik az eseményeket, találtam egy olyan információt, hogy George nagyjából tisztában van vele, viszont Charlotte és Louis nem igazán. Ami viszont érthető, mert hogy nagyon-nagyon fiatalok még. És a csütörtöki nap számomra egyik legmeghatóbb pillanata az ez egy videóból van, ahol a tömeg egyik tagja Anna hercegnőnek szeretne virágot adni, aki azt mondja, hogy tegye csak oda a többi közé, mire azt mondja az ember, hogy nem, ezt önnek hoztam. Anna hercegnő egyébként Glasgow-ba látogatott csütörtökön a City of Chambers-be, ahol a királynő által felkarolt szervezetek vezetőivel találkozott. A királynő halála utáni 8. nap, azaz szeptember 16-a péntek eseményei. William és Kate Surbee-be látogattak az Army Training Center-be, ahol nyilvánvalóan rengeteg kép készült róluk. Itt egyébként Vilmos azt nyilatkozta a királynő temetése kapcsán, hogy hétfőn lenéz majd ránk, és reméli minden jól megy. Eközben Kara és Camilla Cardiff-ba Wales-be látogattak, ahol egy szertartáson vettek részt, aminek a neve az, hogy Service of Prayer and Reflection for the Life of the Queen. Pedig valakitől egy tollat kapott, mert két tollas fiaskó is volt. Az egyik, amikor hivatalos dokumentumot írta le, hogy ugye ő lett a király, és akkor kicsit így arrébb tolta a tollat, hogy vigyétek már innen, amíg aláírok. A másik pedig egy néhány nappal ezelőtti ilyen tollas incidens volt, amikor kifolyt a toll, miközben aláírt, nem talált el a dátumot sem, és ugye többen azt találgatják, hogy dükkezelési problémái vannak, de én nem gondolom egyébként így, mert szerencsétlen ember alig aludt az elmúlt pár napban, meghalt az anyja. Nyilvánvaló, hogy türelmetlen. Úgyhogy ezeknek a kapcsán nyújtottak át neki egy tollat, hogy minden esetőségre felkészülve. Károly péntek délután a Buckingham palotában az Egyesült Királyság vallásos vezetőit fogadta, majd pedig magyar idő szerint este 8:50 perckor a testvéreivel, hogy itt a képen látható, ismét beálltak vérasztásra, 10 percig álltak ott egyébként. Képek Anna hercegnőről, mert nagyjából kezdünk átmenni egy fanklubba, ő iránta. Illetve ott a felső képen látszik, hogy András herceg viselhette a katonai uniformisát, ugye az előző napon derült ki, hogy ő is, illetve Harry herceg is viselhetik most már ezeket az uniformisokat a temetésen, illetve ugye ez is egy ilyen hivatalos esemény volt, úgyhogy itt is megkapta a jogot. Volt egy ilyen kérdés, hogy Anna hercegnő miért nem visel, vagy miért visel nadrágot, és hát azért, mert hogy ugye ezek katonai uniformisok, és a katonák már csak praktikai szempontból sem viselnek szoknyát.
Egyébként, amikor nem ezt az uniformist viseli, akkor pedig szoknyában szokott lenni. És amíg itt a királynő gyermekei vidasztottak, addig a Kalzaton a királyi család tagjai, tehát ugye a szélesebb család is megjelent, illetve ott voltak, nézték őket. És sajnos a pénteki napra is jutott egy incidens, ugyanis este 10 óra körül valaki odaszaladt a koporsóhoz. Sikerült is neki megérinteni, viszont egy szemtanú azt mondta, hogy gyakorlatilag 2 másodpercen belül leszették a rendőrök, aztán ugye elő is állították. Közben pedig ismert emberek is feltűnnek a sorban, az ott középen a szőke hölgy Tilda Swinton színésznő. Ő pedig David Beckham focista, aki ezen a képen éppen egy könycseppet morzsol ki a szeméből. És ennek a képnek az az érdekessége, hogy David Beckham gyakorlatilag szupersztár, és 13 órát állt sorban, úgyhogy felajánlották neki azt, hogy VIP-ként előre mehet és külön ledolhatja a kegyeletét. Ő pedig ezt visszautasította, és a közemberekkel együtt 13 órát állt sorban öltönyben, mert hogy azt nyilatkozta, a néhai royalist nagyapja is ezt tette volna. Királynő halála utáni 9. nap, azaz szeptember 17 szombat eseményei. Károly is most meglátogatta a sorban álló embereket, üdvözölték őket, illetve a köszönetüket fejezték ki azért, hogy sorban állnak, és hogy szerették a királynőt, mert hogy ezek az emberek azért állnak sorban, mert hogy a Westminster Hallban még mindig nyilvános ravatalon van a királynő. Nagyjából egyébként 12-17 órát kell sorba állni, ugye ők ott vannak éjjel-nappal, és hát ugye elég hűvös van mostanában, mert főleg éjszaka. Illetve egy ilyen érdekesség, hogy Vilmos azért kék öltönyt visel, ugye ez a navy blue, mert hogy a királyi család férfi tagjainak ez engedélyezett, azonban a nők gyászidőszakban csak és kizárólag feketét viselhetnek. Szombat délelőtt egyébként a rendőrségen voltak, ahol a rendőröknek, illetve a fegyveresedőknek mondtak köszönetet azért, hogy biztosítják a helyszínt, illetve hogy kézben tartják a dolgokat a rengeteg embert körül. Délben a Buckingham palotában tartottak egy fogadást a nemzetközösség vezetőinek, néhány vezető a megjelentek közül, illetve néhány kép magáról a fogadástól, aminek egyébként az az érdekesség, hogy Harryt és Meghant is meghívták, majd pedig visszavonták ezt a meghívást, arra hivatkozva, hogy csak az aktív királyi családtagjai vehetnek részt. Két egyébként a királynő 3-soros gyöngynyakláncát viselte, illetve Diana herceg 4 gyöngykarkötőjét. Ezeken a képeken Sophie, illetve Edward üdvözli az összegyűlt tömeget. Itt pedig Sophie egy a tömeget koordináló őrt kérdez meg, hogy hogy van. Szombati nap folyamán Eugenie és Beatrice is kiadtak egy közleményt, melyhez ezt a képet csatolták eredetileg Instagramon. Ez pedig itt a szombati nap legfontosabb eseménye szerintem, azaz a királynő 8 unokája megérkezik a vélasztásra. Ő itt Zadatindel, Anna hercegnő lánya, középen Lady Louise, aki Edward és Sophie lánya, ott szélen pedig Princess Beatrice, aki András herceg lánya. Ő Princess Eugenie, szintén András herceg lánya, ő pedig James, Sophie és Edward fia, aki mindössze 14 éves. Aki pedig az előbb kimaradt, ott fönt Peter Phillips, szintén Anna hercegnő lánya, illetve beszéljünk Harryről. Ugyanis erre az alkalomra megengedték Harrynek is, hogy a katonai egyenruháját viselhesse, ami én szerintem, az én véleményem szerint leginkább így sajtónyomásra is történhetett. Ugyanis nagyon sokak szemében teljesen érthetően visszatetsző volt az, hogy addig, amíg a királyi család tagjainak nagy része nem igazán teljesített rendes katonai szolgálatot, és viselhetik ezt az egyenruhát, addig Harry például Afganisztánban szolgált, rendesen szolgált, és pont ő nem viselhette. Itt ugye Vilmos herceg látható, és hogyha jól megnézitek ott a képen az érmeit, akkor azokat egyébként a királynőtől kapta a jubileumok alkalmából. És hogyha itt Harry érmeit megnézitek, akkor ugyanúgy neki is megvannak ezek a jubileumi érmek, viszont mellette az Afganisztánban való szolgálat teljesítésért is van érme. Az unokák közeli rokonai pedig a Kalzattól figyelték a vérasztást, ő itt Sophie. Királynő halála utáni 10. nap, azaz szeptember 18 vasárnap eseményei. Buckingham palota egy új képet jelentetett meg a királynőről, ezt, ami itt is látszik, egyébként annyira nem új, mert hogy a Platinum jubileum alkalmából készült. Vasárnap hajnalban egyébként zajlottak a temetési előkészületek, még utoljára gyakoroltak a katonák, illetve a Windsor fölött ismét dupla szivárványt fotóztak. Délben volt a Buckingham palotában egy fogadás, ennek Heads of State Reception volt a neve, ezeken a képeken pedig Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége látható. Ott a fönti képen látszik, hogy két külön is fogadta őt, illetve az alsó két kép a Westminster Hallban készült, ugye a királynő ravatalán, ahol ő is ledobta a tiszteletét. Ezeken a képeken a fogadást a meghívott vendégek érkezése látható, államfők a világ minden tájáról, illetve királyi családok, uralkodók tagjai. Ezeken a képeken Liz Truss látható, a felső képen Károly fogadta királyként egy audenciára, az alsó kép pedig este 8 órakor készült, amikor a nemzeti egyperces csend volt.
Magyar vonatkozásban Novák Katalint, köztársasági elnökünket hívták meg. Ezeken a képeken az látszódik, hogy ott fölül a Westminster Hallban ő is ledolja a tiszteletét, alul pedig a Book of Condolence, tehát az emlékezés könyvét írja alá, a magyar emberek és a teljes nemzet nevében. Itt pedig néhány érdekesség, a ravatalon szolgálatot teljesítő katonák pihenő helyéről, hogy ők 20 percet teljesítettek szolgálatot, 40 percet álltak, és azt találtam, hogy egyébként 16 órán keresztül tartott a szolgálatuk. Ezek pedig a katonai szabóság életében nyújtanak betekintést így a mostani sűrű menetrend kapcsán. És igen, a meghívott vendégeket lesötétített ablakú buszokkal szállították, ez alól egyetlen egy kivétel volt, Joe Biden amerikai elnök. És mivel a világvezetőinek nagyon nagy része Londonban van, sőt, mi több egyetlen egy épületben lesznek egy bizonyos ideig, ezért elég nagy a készültség, rengeteg a rendőr, és erről is például nyilatkoztak, hogy nagyon készülnek rá. Illetve hát a másik az, hogy ők nem csak most kezdtek el erre készülni, tehát hogy nagyon régóta megvan erre a menetrend, hogy pontosan mi és hogyan történik. És ahogyan például a temetés kapcsán is később derülnek ki információk, illetve ahhoz is adódnak extra információk, úgy nyilvánvalóan ennek az egésznek a pontos menetét nem fogják nyilvánosságra hozni, úgyhogy találgatni lehet, meg nagyon kis információ morzsácskák vannak. Viszont azt szerintem igazán megható és grandiózus, hogy a világvezetőinek nagyon nagy részét mozgósította II. Erzsébet királynő temetése. Elmentek, és hát gondolom nagyjából így az ellentéteket próbálják félretenni, mert ugye azért vannak ott olyan vezetők is, akik problémásak, fogalmazzunk úgy. Szeptember 19 a királynő temetése, összefoglaló a ceremóniáról, illetve a szimbolikákról. A királynő koporsóját 142 tengerész húzta át a Westminster Hallból a Westminster Abbeyből, ahol egyébként egy szertartás is volt, illetve 96-szor kongatták meg a harangot a királynő 96 éve tiszteletére. A koporson lévő virágok rozmaring, angoltölgy, illetve mirtusz, továbbá ezeket a virágokat Károly kérésére a Buckingham palotából, a Clarence House-ból, illetve a Highgrove House-ból szedték, mármint azoknak a kertjéből. Ezeken a képeken a királynő koporsója Windsorba érkezik, fönt Sandy és Mick, a korgik, itt alul pedig Emma, a királynő utolsó pónia látható, akiket szintén kivittek elbúcsúzni a gazdájuktól. Ezeken a képeken egyébként még London látható, a Buckingham palota előtt, hatalmas volt a menet. A koporson és a virágokon lévő kertjén pedig a következő felirat olvasható, a Loving and Devoted Memory, Charles R. Ezek a képek Windsorban készültek, ott is volt egy szertartás. A felső képen Károly egy zászlót helyez el a királynő koporsóján, az alsó képen pedig a pálcatörés előtti pillanatok láthatóak, Lord Chamberlain, aki törte a pálcát, ami a Wand of Office, és ez azt szimbolizálta, hogy vége van a szolgálatainak. Továbbá a koronai ékszereket eltávolították a koporsóról, ezek jelenleg visszakerültek a Dean of Westminsterhez, Károly koronázásáig. A ceremónia végén pedig leresztették a királynő koporsóját a Royal Vault-ba, tehát királyi kriptába. Itt pedig a királynő az édesapjával, a húgával, illetve az édesanyjával, továbbá Fülöp herceggel fog nyugodni. A ceremónia legvégén pedig a királynő skordodása és siratódalt zenélt, majd pedig megfordult és elment. Egyébként Wellington Arch-ban megjelent egy fehér pillangó is a királynő koporsója fölött, és valaki azt írta, hogy ez tulajdonképpen annak a jele, hogy leginkább a gyászolóknak szeretne az elhunyt komfortot, biztonságot nyújtani. Szerintem nagyon-nagyon szép és megható ceremónia volt. Egy másik videóban fogok beszélni a megjelentektől, hogy ők mit viseltek, illetve hogy milyen más érdekességek vannak még esetlegesen. Korszak véget ért, a történelem a szemünk előtt íródott. További szimbólumok és érdekességek II. Erzsébet királynő temetéséről. Talán ez egyik legszívbe matkoló pillanata az volt, amikor az állatait is kivitték tőle elbúcsúzni. Ezeken a képeken ugye ott fönt Emma, illetve lent is Emma látható, és egy másik ilyen érdekesség, ami így a közeli képeken derült ki, hogy ott a fönti képen a királynőnek a fejkendője is rajta van a lovon. Ez a kép Windsorban készült, ugye az út melletti virágok, aminek az az érdekessége, hogy az emberek vitték, és ezeket rendezte el a királyi kertész ilyen szépen, ahogyan egyébként a távolabbi képektől is jól látszik. Magát a temetést egyébként 5,1 milliárd ember követte figyelemmel a képernyők előtt, ez a világ népességének 63%-a. Az előző videó végén említettem, hogy lesz szó a jelenlevőktől is, ő itt ugye Princess Charlotte, és ennek a képnek az az érdekessége, hogy először viselt nyilvánosan ékszert, illetve kalapot. És több helyen azt olvastam, hogy ezt a patkó alakú brost a királynő ajándékozta neki, előtte viszont ugye azt találgatták, hogy pont a királynő és a lovak iránti szeretete miatt
vette föl. Egyébként a temetés alatt egyszer el is sírta magát, ami nyilván nem csoda, 7 éves a kislány, és találtam egy ilyen képet, ami viszont azért ilyen szimbólum, mert hogy ez a We Will Meet Again, a királynő mondta a koronavírus idején készült beszédében, és egyébként ez a We Will Meet Again elhangzott a szertartáson is. Sokak szerint a temetés egyik legikonikusabb embere Katalin volt, mégpedig azért, mert egyrészt a ruháján keresztül is üzent, ugyanis ez a fekete ruha a Platinum Jubileumi ruhájának fekete gyász verziója. Illetve ez a nyaklánc, amit visel, az a királynőjé volt, és Fülöp herceg temetésén is ezt viselte, továbbá ez a fülbevaló, ami rajta van, szintén a királynőjé volt, aki az esküvőjére kapta ajándékba még 1947-ben. Meghan ruhája szintén nem új, mert hogy ő ezt 2018-ban a királynő 92. születésnapján viselte akkor kékben, illetve a fülbevaló, ami rajta van, azt a királynőtől kapta. Ő itt Sophie, a királynő fiának felesége, tehát a királynő menye, és ennek a ruhának az az érdekessége, hogy gyöngyvirág motívum van rajta, ami Erzsébet királynő egyik kedvenc virága volt. Sophie pedig mostanában eléggé előtérbe került, ennek az az oka, hogy ő 2005-ben vesztette el az édesanyját gyomorrákban, és a királynővel nagyon közeli volt a viszonya, a mamának szólította, illetve több helyen azt olvastam, hogy tényleg, mintha második édesanyja lett volna. Camilla pedig egy olyan brost viselt, amit még annó Victoria királynő kapott. Találtam képeket Károlyról is, ugye az ő viselete nem kíván magyarázatot, mert hogy katonai egyenruhát visel, sokkal inkább az, hogy amennyire látszik rajta a gyász, szívszorító szerintem. Végül, de nem utolsó sorban a királynő neve is felkerült a végső nyughelyére, ez szeptember 29-től látogatható is lesz, mint a Windsor kastély túrájának része. Mi történt a királyi család házatáján az elmúlt egy hétben, tehát a királynő temetése óta? A hivatalos csatornákon osztották meg ezt a képet, ami egyébként Balmorában készült a királynőről, mert hogy ugye nem csak a kastélyt, hanem az azt övező természetet is szerette. Illetve egy olyan hírt is találtam, hogy Károly bejelentette, hogy a családi királyi karácsony Sandringhamben marad, mégpedig pont a folytonosság megtartása végett. Nyilvánosságra hozták a királynő sírkövét is, ami ezen a képen látszódik, és ennek egyébként az is az érdekessége, hogy ott fönt a sorokban Margit hercegnő nyughelyére található, őt egyébként hamvasztották. Őt pedig azért hamvasztották, mert hogy itt ebben a kriptában nem lett volna hely az ő koporsójának, és ahova temették volna, egy előző videóban már mondtam, hogy túlságosan komornak találta ezt a helyet, és emiatt hamvasztották, hogy a családjával együtt nyugodhasson. Megjelent Károlyról az első fotó a piros dobozzal, ami egyébként híres volt, és ha már Korona című sorozattal is foglalkoztam, abban is benne volt Erzsébet királynő kapcsán. És ezekben a dobozokban az Egyesült Királyság, illetve a nemzetközösség ügyeit érintő kormányzati és hivatalos iratokat kap meg az uralkodó, hogy értesüljön így a mindennapi dolgokról. Erzsébet királyné ezeket a dobozokat az év majdnem minden napján megkapta, kivéve karácsonykor, szóval hétvégén és más ünnepekkor is. Anna hercegnő a királyi haditengerészet tisztjeivel, illetve tagjaival találkozott, és ezen az eseményen köszönte meg nekik a királynő temetésén való közreműködést. Ugyanis a királynő temetésén 142 haditengerész húzta a koporsót. Edward herceg Észtországba, illetve Németországba látogatott, és az ott szolgálatot teljesítő katonáknak köszönte meg a szolgálataikat, amiket II. Erzsébet királynőnek tettek. De az alsó képen az látható, hogy Németországban, Paderbornban aláírja a városházán a Golden Bookot, tehát aranykönyvet. Szerintem egyébként ezek a külföldi utak Edward kapcsán azért is érdekesek, mert több helyen azt olvastam, hogy azt találgatják, hogy ő és Sophie magasabb rangokat fognak kapni, illetve új kinevezéseket, címeket, ennek még egyébként utána akarok kiárni, amúgy megérdemelnék nyilván. Károly kapcsán pedig azt olvastam több helyen, hogy mivel a héten lejár a gyászidőszak, ezért valószínűleg több bejelentés is érkezni fog a palotából, úgyhogy kíváncsi leszek majd rájuk. Nyilvánosságra hozták II. Erzsébet királynő halálának okát, illetve dátumát, és ennek kapcsán, hogyha az idővonalat aznap végigvezetjük, akkor egyéb érdekességek is kiderülnek ebből. Egyébként ez az utolsó róla készült kép Balmorában, mégpedig akkor, amikor Liz Truss miniszterelnököt fogadta először. Ez pedig itt a halotti anyakönyvi kivonata, amin menjünk végig, és próbálok magyarázni. Először is, ami ilyen érdekesség, hogy ugye a királyi család tagjainak kérdéses mindig a vezetékneve, itt pedig Erzsébetnél Windsor szerepel, illetve itt foglalkozásként ő felsége a királynő. És itt látszódik az, hogy délután 15 óra 10 perckor hunyt el, ez alapján pedig egészen jól kikövetkeztethető, hogy pontosan mi történt aznap. Illetve ami érdekesség, hogy itt és itt az édesapja és az édesanyja neve is hivatalos formában szerepel.
Itt pedig ugye Princess Anne, Princess Royal, a lánya látható, mint aláíró és bejelentő személy. És akkor a halálának az oka időskor, ezt jelölték meg, ami viszont azért érdekes, mert ezt csak kevés esetben szokták megjelölni, például akkor, hogyha az ügykezelő orvos régóta ismerte és kezelte őt. Ha megfigyelhető fokozatos állapotromlás, illetve nem figyelhető meg halálos sérülés vagy betegség. Illetve itt Dr. Glass, aki ezt jegyezte, őt a Buckingham palota megerősítette, mint a királynő patikusa, és igen, rákerestem direkt patikus, úgyhogy nem tudom, hogy ezek az orvosi dolgok például az Egyesült Királyságban hogy működnek, de hogy régóta kezelte a királynőt. Ugye említettem egy idővonalat, nos, ezek a képek ugye akkor készültek, amikor a királyi család tagjai bámorába siettek a királynőttel elbúcsúzni, de akkor vegyük végig, hogy pontosan mi történt. 12.32-kor jelentette be a Buckingham palota, hogy a királynőt kényelembe helyezik, illetve orvosi felülvizsgálat alatt van. Ezek egyébként helyi időpontok. Ezek a képek délután 5 óra környékén készültek, amikor ugye a királyi család tagjai bámorába rohantak. A felső képen egyébként András herceg, Vilmos herceg, illetve Edward és Sophie láthatóak, szóval ekkor a királynő ugye már halott volt, és elbúcsúzni mentek, viszont az idővonal többi része 18:30-kor jelentették be a publikumnak, hogy elhunyt a királynő, de Liz Truss miniszterelnök már 16:30-kor kapott egy privát hívást a hírrel. Ugye az unikornis műveletben, amiről van videó, már beszéltem arról, hogy a miniszterelnököt eléggé korán tájékoztatják erről. Továbbá azt az infót találtam, hogy Anna és Károly Skóciában voltak, tehát ők valószínűleg el tudtak búcsúzni a királynőtől életében. Emely információk alapján pedig a királyi család tagjai valószínűleg elbúcsúzni mentek, mert hogy linkelem majd a videót, a királynő koporsóját hermetikusan lezárták ezután, és nem nyitották föl.